A halászlét nemzeti ügy hazánkban és szerte a nagyvilágban élő magyarok körében. Ezért kellőképpen meg is osztja a társadalmat. Mindenki ért hozzá, mint a focihoz vagy a politikához, a gyakorlatban azonban még van tanulnivalója a halászlé nemzetnek. Mindenki esküszik a saját tájegységére jellemző, az általa vagy a kedvenc halászcsárdája által készített halászlére. Nem célszerű például a Bajai Halfesztiválon a szegedi hallét és a szegedi halfesztiválon a bajait emlegetni. No, de haladjunk sorjában. Nem tekintjük feladatunknak, hogy a halászlé történetéről akadémiai szintű és pontosságú értekezést adjunk közre. A lényeg annyi, hogy a halászlének, illetve az arra emlékeztető ételeknek több száz éves múltja van. A jelenlegi halászlére leginkább hasonlító ételeket is bő egy évszázada készítenek a magyar vendéglátóhelyek, halászok és a háziasszonyok. Napjainkban a három legfontosabb halászlé stílus a bajai, a szegedi és a balatoni. Ezek közül most a bajai és a szegedi halászlével foglalkozunk részletesebben. Nem szeretnénk a halászlé vitában állást foglalni egyik vagy másik halászlé mellett. A teljesebb kép érdekében ugyanis meg kell említsük, hogy az elmúlt években komoly vita bontakozott ki a magyar társadalom, a vendéglátósok és a kritikusok körében a magyar halászlét illetően. A meglehetősen elmérgesedett vitát egy neves étterem kalauz indította, amely a magyar éttermi halászlevekről lesújtó véleményt alkotott, és feltüzelte a szegedi vagy a bajai halászlé a jobb, különben sehova sem vezető vitát. Az igazság, mint oly sokszor valahol most is középen van. Bizony kevés az olyan étterem, halászcsárda Magyarországon, ahol egyenletesen magas színvonalú halászlevet készítenek. Mindettől függetlenül kijelenthetjük, hogy a magyar halászlé szerte a nagyvilágon méltán kivívta magának a népszerűséget és elismertséget. Ráadásul a halászlé bekerült a hivatalos hungarikummá minősítés előszobájába, a magyar értéktárba, amitől ugyan nem lesz finomabb, de államilag is elismert és támogatott magyar specialitássá válik. Ha a halászlé fővárosát vagy fővárosait kellene megnevezni, akkor egyértelműen Baja és Szeged viszi a pálmát. Jelentőségét, nagyságrendjét tekintve ez a két halászlé stílus a legmeghatározóbb Magyarországon. Ennek ékes bizonyítéka, hogy a bajai és a szegedi halfesztivál hazánk két legrangosabb és legnagyobb tömegeket mozgató gasztronómiai rendezvénye, melyeken több százezer látogató fordul meg, és sok száz bográsban rotyog ez a finom étel. A szegedi és a bajai halászlében tulajdonképpen csak a hal, a víz, a hagyma, só és az őrölt paprika egyezik meg. Elkészítési módjában, jellegében nagyon különböznek egymástól. Ezért is értelmetlen a vita, hogy melyik a jobb, hisz a gulyásleves sem lehet összehasonlítani a marha pörköltel. A két város lakossága természetesen foggal körömmel védi a sajátját, az ország többi halászlékedvelője pedig nagyjából azonos arányban oszlik meg a két halászlé típus között. Az egyfőre jutó halfogyasztás tekintetében azonban egyértelműen Baja vezeti a toplistát, de valószínűleg az egyfőre jutó halbolt tekintetében is, hisz a dunaparti városban nem hivatalos források szerint több mint 30 üzletben árulnak halat. A bajaiak számára a halászlé, az identitás, a lokálpatriotizmus része. Nincs a városban olyan tőzsgyökeres család, ahol a nagyapák, dédnagyapák nem főzték volna a mai recepttel szinte tökéletesen megegyező bajai halászlét. A szegedi és a bajai halászlé közötti különbséget a legrövidebben úgy lehet megfogalmazni, hogy a bajait felfelé szűkülő halfőző bográsban főzik, nem filézik és passzírozással nem sűrítik a levét, a megfőtt haldarabokat a létől elkülönítve tálalják és gyufatésztát kínálnak mellé. Kétségkívül ez az elkészítési mód az autentikusabb és hihetőbb, hogy évszázadokkal ezelőtt a dunai és tiszai halászok is ehhez hasonlóan készítették a halászlét. A szegedi halászlé létjogosultságát vitatva egy neves magyar gasztronómiai szakíró úgy fogalmazott, hogy éttermi találmány. Semmit nem von le az értékéből, hogy van ebben némi igazság, hisz a szegedi halászlé kialakulását valóban a 20. század elejére teszik, és szegedi éttermekhez kötik. A szegedi halászlé elkészítése valóban bonyolultabb, fogyasztása ugyanakkor kényelmesebb, pláne az utóbbi évtizedekben, hisz a korábban patkóra szelt hal helyett manapság már szinte minden csárdában kockára vágott, filézett halat tesznek a lébe. Ennek elfogyasztása gyorsabb, kényelmesebb, hisz nem kell a szálkákkal bajlódni. Fontos jellemzője még a szegedi hallének, hogy a passzírozásnak köszönhetően a leve jóval tartalmasabb,
sűrűbb és laktatóbb. Akár egytál ételként is fogyaszthatjuk ropogós héjú házi vagy házi jellegű kenyérrel. Ha valaki mégsem lakna jól vele, akkor következhet a szegedi halászlé igen népszerű kísérője, a ropogós tepertőkockákkal megszórt, tejföllel megöntözött túrós csusza.